Megint nagyon visszhangzik az a másik szoba nekem itt. Lehet. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a januári összegzésem lesz. Fogjuk rá, hogy egész lendületesen indítottam az idei évet, bár amúgy olvastam rövidebb könyveket is, illetve volt, amit áthoztam december végéből, illetve volt egy, ami egy nappal ugyan, de átcsúszott februárra, de most ide fogom számítani, mert konkrétan az egy nap már nem számít. Szóval, nézzük is. Az első az Cressida Cowell-től volt, a Merre van a bárhová, ami az erre-arra járat. Hú, hogy most melyik a sorozat címe is, melyik? Ajzének. Tehát az erre-arra járat a sorozat, és a Merre van a bárhova a könyv. Ebben nem vagyok biztos, mert az angolnak biztos, hogy a Which Way to Anywhere a címe. Na mindegy, részletkérdés. Ez a kiadótól volt recenziós példány, illetve még a másik könyv, amit olvastam tőlük a hónapban, az a Rettenet napja volt, és ez szintén recenziós példány volt, úgyhogy ezt innen is nagyon szépen köszönöm még egyszer. És ez Cressida Cowell-nak az új sorozata, azt hiszem 2 kötet van kint belőle külföldön, és jön talán a harmadik része. Az alapszituációja ennek a kötetnek egyébként az, hogy hát ilyen párhuzamos univerzumok a világépítés, tehát ugye voltak a sárkányok, volt a varázslat, és most ilyen párhuzamos univerzumos tematika van. És egy családot követünk, ahol igazából két család egyesült gyakorlatilag, mivel a 4 főszereplő gyerek, plusz egy, ha kicsit is számítjuk, az ő szüleik házasodtak össze, és így ugye mostoha testvérek lettek gyakorlatilag. És hát az egyik fele a családnak, az apuka oldalán ők úgymond normálisak, a másik felén viszont varázslattal rendelkezik a család, csak ez a földön ilyen már nem létező tudás. Van egy ilyen tematikája Cressida Cowell-nek, hogy minden már nem létező tudás egy ponton. A lényeg, hogy a gyerekek nagyon uszálják egymást, és nem jönnek ki, és nem örülnek, hogy az ő szüleik összeházasodtak, és ezért nagyon sokat vitatkoznak, és gyakorlatilag emiatt igazából olyan bajba is keverednek, hogy a varázslós oldalon az apukát el akarnak menni megmenteni, mert kihallgatnak beszélgetéseket, és gyakorlatilag kiderül, hogy ez a párhuzamos univerzum dolog létezik, és mivel azt hitték, hogy az apjuk meghalt, de nem, ezért elmennek, hogy megmentsék őt, és ilyen mindenféle kalandos bajba keveredések vannak ebben a ilyen Cressida Cowell-től megszokott stílusban, és az volt nagyon cuki az egész kötetben, hogy így ez a hihetetlen kaland, ami nem logikus és nem a normál megszokott élet rendje, nyilván ahogy itt átmennek másik dimenzióba, másik nem tudom, csillag, univerzumba, gyakorlatilag ez a kaland, hogy megpróbálják megmenteni egyrészt az édesapjukat, másrészt a közös kis húgukat. Ezt lehet így mondani? A lényeg, hogy a házasság után született egy 5. gyerek a családba, aki ugye már mind a két félnek vérszerinti rokona. És szóval a kis húgokat is próbálják megmenteni. És egy nagyon izgalmas kalandos történetről beszélünk a megszokott Cressida Cowell stílusban, szokásos illusztrációkkal, bőven van ebben is tanulság, központi témája így igazából ennek a család. Nem tudom, ez a talált családba egyébként belefér-e valamilyen alkategóriában, úgyhogy nagyon szerettem ezt is, és várom a folytatását, mivel Cressida Cowell az egyik kedvenc szerzőm, szóval gyakorlatilag mindent imádok, amit ő csinál, mert nagyon jól ír gyerekkönyvet, amit felnőttként is legalább annyira tud élvezni az ember, ráadásul tudom, elég vastagnak tűnik, de hogy ezek nagyon gyorsan olvasható kötetek. Hatalmas betűméret, tele illusztrációval. És amit ugye mutattam, ez ugye a Rettenet napja, ez a Így neveld a sárkányodat sorozathoz ilyen kis mini kiegészítő kötet. Meg nem mondom, hogy ez egyébként a sorozaton belül hol játszódna, mint a fogatlanos, az Így neveld a vikingedet, az kicsit jobban be lehet lőni. A lényeg igazából ebben a kötetben, hogy egy ilyen óriási, hát a rettenet, az így Hibban sziget
mellé költözik közvetlenül, és ettől a rettenettől mindenki annyira fél, hogy a vikingek egyszerűen nem mernek elmenni halászni, mert hogy ilyen borzasztó legendák szólnak erről a sárkányról, és aztán egy napon már annyira éheznek, hogy megundják, és azt mondják, hogy jó, akkor kimennek harcolni vele. És ez az alapsztoria, ezen felül pedig, hát szokásos így neved a sárkányodattól megszokott szerintem történetvezetés, és hát lehet, hogy fogatlan megint bajt kevert. Mert ugye fogatlan egy kis greedy sárkány, aki nem bír magával, és igen, galibába kever gyakorlatilag mindenkit, mindig, de ezért szeretjük. Úgyhogy ez is nagyon cuki volt, szintén Cressida Cowell-től megszokott csílusban van megcsinálva. Úgyhogy ez volt a két Cressida Cowell, amivel indítottam az évet. Ezek után elolvastam Jane Austen-től a Szerelem és barátságot, ami ilyen befejezetlen levélregényeket tartalmaz gyakorlatilag. Volt benne három darab levélregény, meg egy ilyen angol király vagy uralkodó Anglia története rész. Az volt igazából a legkevésbé izgalmas számomra. Egy ilyen elég erősen szatírikus kötetről beszélünk, mármint így már nagyon durván szatírikus, tehát én ugye a regényeihez vagyok szokva, és ez nagyon más volt szerintem ahhoz képest. Meg volt benne a humor, meg ez a tényleg mindent nagyon durván eltúlzott, tehát a levelekben, amikor így a hölgyek mesélték, hogy mi történt velük, és folyamat ez a hölgy, hát és akkor nem tudom, egy órára elaléltunk az izgalmaktól, nem tudom, tehát így kellett egy kis idő, amíg erre ráálltam, hogy oké, tehát ez most ezt így fogjuk csinálni. Nem volt rossz, de ilyen elolvastam, de nem valószínűleg nagyon fogom ezt máskor olvasni. Nem tudom, szerintem én sem voltam elég tájékozott arról, hogy ez a könyv miről szól, de tényleg van benne, hát nem tudom, hogy mindegyik befejezetlen, az utolsó biztos befejezetlen, az első szerintem be van fejezve, de hogy csak ilyen mókás dolgok. Azt hiszem, olvastam valamit arról, hogy ezt még ilyen kisebb gyerekként írta a család szórakoztatására, de egyébként nem volt rossz. És az utolsó kötet az Kiarától a repülszita kötő, ami a BookTube Könyv Klub közös könyve volt januárban, úgyhogy erről van egy kis kibeszélőnk is, amit ide be fogok linkelni, illetve ez is egy recenziós példányom, úgyhogy köszönöm szépen innen is a könyvmaj képzőnek. Kiarától nagyon szerettem volna már olvasni, mivel a Csak mi ketten novellás kötet, amit tavaly olvastam így évelején, volt benne egy novellája, amit nagyon-nagyon szerettem. És a másik kint lévő regénye az olyan volt, hogy tudtam, hogy ez nem nekem való, az extrán erotikus. Ebben is van minimális erotika, de túléltem a minimális erotikát, nem volt sok, szóval, hogy így nem tudom, két jelenetről beszélünk max. Három fejezetben, tehát hogy az túlélhető mennyiség volt számomra, haladni kellett, és akkor utána már jó volt. Ez egy nagyon nehéz kötet. Az alapkoncept, vagy hát az alapsztori az az, hogy Laura hazajön a húga, a 17 éves húga temetésére, aki a városuk mellett található nagyon mély és veszélyes szakadékba esett, és feltehetően baleset volt, és gyakorlatilag a temetéssel indít a kötet, illetve azzal, hogy Laurát nem hagyja nyugodni a tudat, mert hogy így a halotti toron így megtud egy-két dolgot a húgáról, amit eddig nem tudott, és emiatt megkérdőjelezi, hogy vajon mindent tudott-e Karináról, és gyakorlatilag elkezd nyomozni, hogy vajon tényleg baleset történt-e a húgával, vagy esetleg valami más. Azt még tudni kell a kötetről, hogy szerintem ilyen trigger warningok mehetnének rá, mert elég kemény témákkal, meg tabu témákkal foglalkozik. A másik probléma viszont ezzel az, hogy egy-két dolog olyan, hogy spoileres lehet, illetve segíthet rávezetni embereket könnyebben a mondjuk fordulatokra, mondjuk úgy. De tehát például az egyik, amit fontos tudni, ami a hátszövegéből nem jön le, mert azt elmondják, hogy Laura hány éves, és elmondják, hogy van a legjobb barátja Máté, de azt már senki nem mondja el, hogy Máté 14 évvel idősebb nála. Nem spoiler, mert ez kb. Az első vagy a második fejezetben le van írva, hogy ez így van, és már onnantól tudja az ember, hogy ezek között lesz valami nyilván, még ha nem is olvassa az fülszöveget, csak ez egy ilyen, kiteszem ide, és azért, de Laura 23 éves a könyvben, ezt hozzáteszem, viszont azért
kell még egy dolgot hozzátenni, hogy ő, tehát Máté Laurát konkrétan kisgyermekkora óta ismeri, szóval ezt így kiteszem. Alapvetően nekem nem volt nagy problémám ezzel a korkülönbséges résszel, egy csomószor elfelejtettem, hogy 14 év van köztük, csak aztán megjelent Máté fia, aki egyidős volt Laura húgával, szóval az így néha így megakasztott, de alapvetően szerintem jól volt megoldva, tehát így nem volt, én annyira nem szeretem az ilyen nagyon nagy korkülönbséget, bár ez még nem, ez olyan közepes, ez a határeset, nem tudom. A lényeg, hogy maga a kötet arról szól egyébként, hogy Laura kutatja, hogy mi történhetett valójában a húgával, vagy tényleg csak egy baleset volt, de hogy azért közben kiderülnek dolgok, amikről ő se tudott, és hát történnek durva felfedezések ebben a kötetben, na. Szóval, hát valamennyire romantikus, de én egyébként kicsit úgy érzem, hogy a romantikus, aminek örülök egyébként, tehát hogy a romantikus szál az kicsit ilyen mellékesebb volt, mert volt egy szakasz, amikor nagyobb hangsúlyozom volt, és aztán voltak azok a szakaszok, ahol inkább a nyomozás, de nekem ugye egészen balanszban volt ez. Kierának van egy nagyon-nagyon szép írói stílusa. Én nem szeretem a sok hasonlatot, metaforát, ilyen leíró képeket, tehát hogy ezt tényleg ettől nekem borsodzani tud a hátam, hogyha egy könyvben, na, mi az Isten történik. Szóval nekem borsodzani tud a hátam, hogy egy kötetben ilyen bekezdésenként három metafora, meg ilyenek vannak, de Kiara valahogy le tudta ezt úgy írni, hogy tetszen, és tényleg olyan érzékletes legyen. Lehet azért, mert nem voltak olyan túlerőltetettek ezek az írói képek, hanem itt tényleg a könyv hangulatához nagyon passzoltak. Egyébként ez egy nagyon durván őszi hangulatú könyv. Úgyhogy az írói stílus nagyon jó volt. Minden fejezet elején voltak versek, mert hogy kiderül Karináról, hogy írt verseket, és azok is 10/10-esek voltak. Ez a szabad verses forma nekem az egyik kedvencem, mert azt elmondom a live-ba is, hogy belőlem az irodalom óra kiölte a versek iránt mindent, amit lehet érezni, pozitívat, és amikor én Rupika úrt olvastam egyszer annó, az volt az, hogy rájöttem, hogy ahogy amúgy a versek azok jobbak is lehetnek, és ebbe is én nagyon szerettem a verseket. De nagyon nehéz témákkal foglalkozik a könyv, elég komor azért, én ezt hozzátenem, hogy tehát ez szerintem nem egy vidám kötet, alapvetően, és tényleg nagyon foglalkozik olyan témákkal is, ami ha valaki érzékeny rá, őt triggerelheti, de ez tökre emberfüggő. A kibeszélőben, a spoileres résznél még a legelején elmondjuk, hogy gyakorlatilag mik ezek a trigger warningok, amiket érdemes lehet észben tartani, amikor az ember elkezdi ezt a könyvet, mert hogy spoiler is lehet, de hogy amúgy érdemes lehet tudni róla, hogyha valakinek vannak dolgok, amik nem tudnak neki jól esni olvasás közben. De én alapvetően nagyon tetszett ez a könyv, szerettem, örülök, hogy végre tudtam olvasni Kiarától rendes regényt, mert a Pillangó lány az csak tudom, hogy az nem az én könyvem, de ezt nagyon szerettem, úgyhogy nagyon örülök, hogy elolvastam, és olvassátok el csak mi kettemben is a novelláját, én azt is nagyon szerettem. Az egy ifjúsági novella volt, szóval ez meg new adult, nem? Igen, ez annak minősül már. Szóval az a fluffy cuki volt, ez kicsit extrább, sötétebb volt. Szóval ezt a négy kötetet fejeztem be, hunyorítva januárban, és kommentben írjátok meg, hogy ti miket olvastatok ki az év első hónapjában. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!